Meghirdette a következő tanévre szóló a Jövő Magad vagy Ösztöndíj programjait a dr. Verestovi Attila Alapítvány. Nemes Melinda ügyvezető igazgató elmondta, 25 középiskolás, 12 egyetemista, továbbá három személy kutatói ösztöndíjban részesül. A díjazottak száma valamelyest magasabb, mint tavaly, köszönhetően az alapítványhoz csatlakozott két vállalkozásnak és egy magánszemélynek. Az igazgató a támogatási összegek kapcsán kiemelte, a középiskolások 250, az egyetemisták 400, a kutatók pedig 500 lejes jutalomban részesülnek, amit 10 hónapon keresztül folyósítanak számukra. Az elbíráláskor figyelembe vesznek több szempontot, egyebek mellett az igénylő családjának szociális helyzetét, de az előző tanév tanulmányi eredményeit is. A kiírás kizárólag Hargita megyei lakhellyel rendelkező diákoknak szól. Dr. Verestovi Attila azt mondta, az alapítvány egyik központi tevékenysége a fiatalok segítése, külön kiemelte az alapítványhoz csatlakozott magánszemély és két vállalkozás segítségnyújtását, hiszen a több partnerrel több arra érdemest jutalmazhatnak meg, fogalmazott. Már is nem vagyunk egyedül, hogy így mondjam, hiszen magánszemélyek és magánvállalkozások, ilyen az ABC Impex, a Astil Kft. Egy magát meg nem nevező magánszemély, akik úgy érezték, hogy részesei akarnak lenni ennek a segítségnyújtásnak, ennek az alapítványnak. Így bővült a középiskolás és bővült az egyetemista ösztöndíjak száma is. Nem sokkal, egyel, kettővel, de ez már egy fontos jelzés. Várom, hogy ezen az úton tényleg egyre többen jöjjenek, mert érdemes. Hermann Gustav Mihály kurátor méltatta a Házeső Múzeum legújabb Leonardo da Vinci zseniális találmányai című tárlatát. A Verestovi Attila Alapítvány már több, mint 2000 udvarhelyszéki diáknak biztosította a kiállítás megtekintését. Verde László kurátor azt mondta, az alapítvány számos más civil szervezet munkájába is besegít, így például helyismereti kirándulásokat szerveznek, máskor pedig szenvedélybetegeknek tartott programok finanszírozását segítik. A most meghirdetett a Jövő Magad vagy pályázatokat mindhárom kategóriában augusztus 20-áig lehet benyújtani, az eredményhirdetés szeptember 3-án lesz. Az űrlapok letölthetők az alapítvány honlapjáról, ahol további információk is kaphatók.